A lányok után pedig az MB2 északi csoportjában harmadik helyen Szentendrés harcai csapat érkezik a pályára. Fiataljaink, ország és másodosztály bronzérmesei, hatalmas gratulációk. Gratulálok az elérhető sikerekhez.
Kedves nézőink, itt is vagyunk a folytatásra. A helyszínen még javában zajlik a tombola sorsolás, a csapatok, illetve a játékvezetők azonban már a pályán. A karcagiak majd cserélni fognak, mégpedig Balajti János lép pályára 16-ossal. És ha jól látom, akkor Szívós Gyula nem futott ki a folytatásra, az ő helyén tehát a második félidőben Balajti folytatja. A félidőben sem unatkozott a Liget útra kilátogató nézősereg, hiszen ünnepélyes éremátadásoknak lehettünk szemtanúi. Az ünnepséget már a mérkőzés előtt megkezdték itt a Liget úton, akkor az U16-os bajnokságban aranyérmet szerző csapatot, Varga János együttesét köszöntötték Dobos László polgármester, Szepesi Tibor ügyvezető igazgató, valamint Ökrös Gábor szakosztályvezető. A félidőben pedig őket követték a hölgyek, ugyanis a Karcag női labdarúgó csapata megyei harmadik helyet szerzett. A sort pedig az U14-es együttesünk, Varga Zoltán csapata zárta, akik az MB2 másodosztályában szereztek bronzérmet. Mindhárom gárdának gratulálunk a megérdemelt dicséretet, illetve érmeket megkapták a félidőben. Később pedig a tombolavásárlók is örülhettek. A folytatás viszont már ismét a két csapaté, a karcagi, valamint a tiszaföldváré 1-1-es állásról folytatódik a második játékrész és a mérkőzés. Erdei. Kovács, Erdei, Kis még összeszedheti, most gurul ki, Földvári dobás következik. Ebben az évezredben a két csapat egyébként még soha nem játszott döntetlent egymással. Igaz, olyan nagyon sokszor nem is találkoztak a csapatok, hiszen a Tiszaföldvár a 2015-ös feljutásáig a másodosztályban, illetve alacsonyabb ligákban szerepelt. A 2015-16-os bajnokságban aztán a zárófordulóban léptek pályára Karcagon 2016 júniusában. Az egy igen emlékezetes mérkőzés volt, nem csak az eredmény miatt, hanem az volt Varga Zoltán búcsú mérkőzés a csapattól, és igazi majális hangulat volt itt a Liget úton Szendrei Józseffel, nagyon jó meccs kerekedett belőle, és akkor egyébként 3-2-re győztük le mai ellenfelünket. Az azt követő 4 meccs mindegyikét megnyertük a párharcban, és csak az első összecsapást nyerte meg a Tiszaföldvár. 6-ból tehát 5 győzelem a miénk. Rojkó marad lent. Keményen érkezett az 5-es felesen kívülre ennél az ívelésnél. Rendben lesz azonban a kapus. Viszonylag szoros meccsek voltak egyébként a párharcban. Az első szezonban 3-1-re kaptunk idegenben, majd 3-2-re nyertünk itthon. Máté Fazekas egyébként ezen a két meccsen 3 gólt is szerzett. Ma ismét eredményes volt ellenünk. Azt követő évben azért kiszakadt a golzsák, 7-1-re győztünk idegenben, de hazai pályán csak 2-t sikerült rúgnunk. Az őszi összecsapáson pedig 2-1-re nyertünk. 3 olyan játékos volt eredményes, akik ma nincsenek ott a csapatokban.
Vendégoldalon Ladányi, tőlünk pedig Bencsik, valamint Domokos Attila találtak be. Balajtis, Szent Annai vállára pattan, aztán még visszahúzza középre. Kiskapura is kanalazta volna. Jó a beadás, és mi az ítélet? Ezek szerint nincsen gól. Innen úgy tűnt, hogy megrezdült a háló is. Ezek szerint nem ment át a vonalon a labda. Nagy helyzet volt pedig, kezdve Szent Annai jégbelőtt labdájával, és aztán Kis Sándor centerezésével. Nem sok híja volt, hogy megfordítsuk a mérkőzés állását. Erdei. Szent Annai. Kis. Nagy. Kicsit megdolgozták. Rojkó megfogja. Terék fura mozdulattal megmentette a labdát. Nagy Roland. Kovács. Ez szépségdíjas megoldás. Szöglet a jutalma. Nem várta meg, hogy leessen, miután mellel lekezelte. Erre nem számított azért a tiszaföldvári védelem. Szent Annai. A szöglet zászlónál a labda mögött. Át a hosszúra. Szőke Norbert fejjel. Rojkó visszaütötte. Nem merte fogni. Voltak már rossz tapasztalatai a meccsen. Hulló falevélként érkezett ez a fejes. Időközben visszakerül egy másik labda is a pályára. Azzal mondjuk majd el lehet éppenséggel végezni a bedobást. Nagy megteszi. Erdei elszakad a védőtől. Ez meg kis hián kapu felé pattan vissza. Meleg pillanatokat él most át a Tiszaföldván. A saját 16-osán belül. Terjék. Távoli lövés. Ennél láttunk már jobbakat, bízom benne, hogy fogunk is még. Földvári dobás. Ketten is kézzel játszották meg. Máté Fazekas viszont húzta Terjék mezét. Karcagi szabadrugás. Szívós Balajti háta mögé a labda, nem értették most meg egymást. A földváriak egyébként a legkevesebb gólt rúgták a bajnokságban, és a második legtöbbet kapták. Azért az eddig eltelt idő alapján a mai meccsen nem egy kiesés ellen küzdő csapat benyomását keltik,
kénytelenek voltak összekapni magukat az utolsó meccsre, és hát azért látszólag megtették. Nagy kérdés, mire mennek majd vele? Hegedűs. Szívós. Erdei. Esnek előtte a védők, aztán egy nagyon komoly összecsapás. Senki nem féltette a lábát. Erdei pedig egy tank, két fekvő tiszaföldvári játékost is maga mögött hagyott. Újra érkezni kell a segítségnek a vonalon kívülről. A spré és a szóda csodákra képes. Sikerül lebicegni. Pápai hagyja el a játékteret. Nem fest a legjobban. Molnár István pedig a kispad mellől nézi meg, hogy vajon milyen állapotban van Pápai. Folytatni kell az ő ápolását. Szőke. Erdei nem tudja tovább csúsztatni. Összefejeltek egy picit Bontovicssal. Kirúgás. Nem a legmagasabb színvonalon folyik most a játék. És nem is a legizgalmasabb a mérkőzés. Egy kicsit olyan utolsó forduló hangulata van a meccsnek. A döntetlen eredmény nem jellemző a csapatunkra, ősszel például egyetlen alkalommal sem játszottunk X-et. Most tavasszal azért háromszor is egára végeztünk. Rákóczi falva, Jászfényszaru, valamint Fegyvernek ellen szereztünk egy pontot a bajnokságban. Az már biztos, hogy meccseink több mint felét megnyertük a szezonban. 16 alkalommal diadalmaskodtunk, és 10-szer kaptunk ki. Ez azért egy egészen nagy szám. 2011-2012-es idény óta nem vertek meg minket ennyiszer, mint most. Nagy, lapos,
Lekerül Kovács elé, ő pedig védhetetlenül belövi a kapufa mellé. Nem tudatosan kerül Kovács elé a labda a nagy szabadrugása után. Kovács viszont nem ijed meg a lehetőségtől. És kilőtte a bal felső sarkot. 2-1-re vezet a Karcag. Megfordítjuk a mérkőzés állását. Szép gól volt. Oda rúgta Kovács, ahova kellett. És megszerezte az 5. gólját a bajnokságban. Beérte ezzel Erdei Tibort. Kovács egyébként szívós lecserélésével egy sorral följebb is került. Most már nem bal hátvédet, hanem inkább bal szélsőt játszik. A Szódi. Perék. Kis ajándékba kap labdát. Nagy Roland. Messziről lő, megpattan. Rojkó véd. Terjék. Örült, hogy eltalálta. Balajti. Terjék. Szívós. Hegedűs lefejeli a labdát. Balajti meg kibólintja. Ha a mai mérkőzésen sikerül győznünk hazai pályán, akkor elmondhatja a csapat, hogy 15-ből 10-et behúz hazai közönség előtt, egy döntetlen és 4 vereség mellett. Hiába mutat jól azért ez a mérleg is. Nem volt olyan veszedelmes Oroszlán Barlang ebben a szezonban a Ligetút, mint ahogy azt korábban megszokhattuk, hiszen ez csak a legjobb, 8. hazai mérleg a bajnokságban. Sok pontot elszórtunk tehát. Erdei megpattan, hegedűs fejjel. Gulyás. Terjék. Kékek jöhetnek dobással. Orosz István pedig a szezon utolsó bajnoki mérkőzésén is beáll majd csapatába. Tavasszal már nem játszott olyan sokat Orosz István sem. Sokszor nem is lépett pályára, gyakran pedig csak csereként állt be. És talán ez a kényszerűség is szült azt, hogy Terjékből remek közép hátvédet faragott. Kis Sándor köszöni meg a karcagi szurkolóknak az egész éves biztatást, és a szurkolók is neki az egész éves jó teljesítményt. Első éve volt ez a felnőtt bajnokságban. És hát nem szerepelt le, sőt, rúgott 7 gólt. És
megmutatta, hogy bizony lehet rá számítani a jövőben. Egy ígéretes tehetsége ő a karcagi labdarúgásnak. A Szódi egyel kijebb teszi. A Szódi. Érkezik Orosz István, és ő még friss ember. Egyből elvette tőle, és Orosz kíséri a támadást. 3-2. Orosz kapja. Erdeinek vissza. Ez így egy nagy mentés. Kovács bellel kitolja maga elé. Erdei szívós papír zsebkendőnyi területen is megpróbáljuk. Orosz szívós szabadrugás. Terjék érkezik. Egyszer már elengedte, ezt most lehet, hogy nem fogja. Ja, bár tény, ezt nagyon szívesen rúgná valószínű Szívós Gergő és Nagy Roland is. Nagy Roland szava dönt, Terjék elsétál onnan. Szívós Gergő viszont visszakerül. Nagy lő Rojkó kezébe. Máté Fazekas, az ő gólja nyitotta a meccset. Azóta viszont elveszett egy picit ő is. Erdei, vele léptek a lövésébe. Egy gól még nagyon jól jönne a karcagi csapatnak. Úgy gondolom, hogy azzal eldönthetnénk a 3 pont sorsát. Szent Annai visszaszerzi, Pápai meg fölrúgja. Így, hogy áll a játék. Pápai ezzel a szabálytalansággal köszön el a 2018-as bajnokságtól, és könnyen lehet, hogy a megyei első osztálytól is. 14-essel érkeznek a helyére. Feldrián Tamás. Nagy. Rojkó jön. Karate rugással emelkedik az égbe, aztán pedig kiejti. Nagy, vissza Orosz elé. Orosz, lerántják. Csak kirúgás. Orosz nagyon szeretne betalálni. Ez látszik az alatt a rövid idő alatt is, amit már a pályán töltött. Terjék. Fejről fejre most
Aztán egy lábfe is közbeszólt. Erdei. A lapos átadás. Szurkolók szerint nem kellett volna fújni. Kovács követett el egy apró szabálytalanságot. Aszódi. Szőke. Belényesi. Hidegvérű megoldás. Kovácsot ellökik. Kétkezes megoldás. Ez még Bán Jánosnál is szabálytalanság. Kovács pedig a lábát, a combját fájlalva ült le a vonal mellett. Reméljük, hogy nem sérült meg Kovács László. Nagy Roland, nagyon finom kötény. Orosz saját magát szökteti. És a beadás, átcsúsztatják. Erdei merre veszi, ott van a harmadik karcagi gól. Szépségdíjas találat. Orosz és Erdei főszereplésével. Parádés gól. Erdei, ahogy befejezi, és Orosz pedig, ahogy megcsinálja a helyzetet. Állva hagyja a védőket Orosz István. Erdei Tibornak pedig még arra is volt ideje a 16-oson belül, hogy merre vegye a labdát. Aztán pedig betalál. 3-1-re vezetünk. És még mélyebbre taszítjuk a tiszaföldváriakat. Ma sem jön a jó idegenbeli szereplés. És az a lendület, amivel elkezdték a meccset, nem fog kitartani a végéig. Szent Annai. Kovács, Erdei Tibor. Szent Annai belép a védők mögé, ellöki, Kovács teker, Rojko véd. Most már cicomázzuk. És hogyha ilyen lelkes focival rukkolunk elő, akkor könnyen lehet, hogy szerezhetünk még gólokat. Rojko a vonal elől Szent Annai mellett, és lábbal oldja meg. Kezd egy kicsit besötétedni a helyszínen. Az 5 órás kezdés, egy kicsit borongósabb idővel már ilyen végjátékot eredményez. Szerencsére az egész napos esőzés a találkozó idejét megkímélte. Aszódi. Terjék. Orosz. Szent Annai. Most ront. Daróci kisegíti. Kovács nem volt lesen.
átpattant a feje fölött, aztán pedig vissza elé. Egymás hibáit próbálták meg most kihasználni a felek. Hegedűs. Máté Fazekas. Megkerüli Terjéket. A beadás sem rossz. Aszódi viszont elrontja a helyzetet. Itt most két gyors passzal és egy jó csellel sikerült a védelem mögé kerülni. Ebből nem sokat láttunk. Orosz. Ő még nagy lelkesedéssel és hatalmas irammal játszik. Nincs kint a labda? Most van kint. A játék megszakítását pedig kihasználjuk, és egy újat cserélünk. 21-essel Fábián Gergő is pályára lép az utolsó bajnoki mérkőzésen, mégpedig a második karcagi gólt szerző Kovács Lászlót váltja. Lassan közeledik a mérkőzés hajrája. Fábián is kap egy jó negyed órát. Kovács megszerezte a második karcagi gólt, amivel megfordítottuk a mérkőzést. Lejátszotta az egész bal oldalt. Aszódi. Erdei kirúgja. Belényesihez gurul haza. Nem volt kezezés. Hegedűs. Szent Annai elpöcköli. Lefújja a játékvezető. Úgy vezetünk 3-1-re, hogy a csapat házi gól királya. Nagy Roland még nem is volt eredményes. A nagy mutatói alapján szinte minden második meccsen betalált. Jó gólátlag per találkozó mutatóval dolgozik a karcagi tízes. Vereb. Az utolsó lehetőségek egyike, amiben még belekapaszkodhat és visszajöhet a mérkőzésbe a Tiszaföldvár. Egedűs fejjel embert sikerült találni, gól azonban nem lett belőle. Reméljük az időjárás lesz olyan kegyes a csapatokhoz is, kibírja a végéig.
A karcagi csapat győzelmével megteszi azt, ami a feladata volt a negyedik hely megszerzéséhez az utolsó körben, és most már majd csak figyelnünk kell a tabellát, hogy Újszász, illetve Törökszent Miklós milyen eredményt ér el, előbbi Jászárokszállás, utóbbi pedig Fegyvernek ellen. Orosz Istvánnak ez volt a 9. szezonja a vezetőedzőként a karcagi csapat kispadján. És hát nagyon úgy néz ki, hogy 274 meccs után 153 győzelemmel, több mint 55%-os győzelmi mutatóval fog állni. Újra elérte az 50 pontot a bajnokságban, ez egy szezon kivételével mindig sikerült neki, és egyszer sem végzünk rosszabbul. A 7. helynél a regnálása alatt a bajnokságban 4 alkalommal dobogósok lettünk a 9 évből. És hát volt olyan év, amikor a dobogóhoz kevesebb pont kellett, mint amennyit most gyűjteni fogunk. Egy felforgatott, átalakított csapattal szép eredményt ér el ebben a szezonban is orosz mester, és úgy néz ki, hogy 54 pontot gyűjt. És akármilyen nehéz idők is járnak esetlegesen a karcagi labdarúgás feje fölött, mindig összehoz egy olyan szerethető csapatot, amelyik képes felvenni a versenyt a nagyokkal. És már talán a földvári játékosok sem hiszik el, hogy itt ma még koncert is lehet a meccs vége. A nézők nagy része szép, lassan, komótosan elindul hazafelé. Nem a csapat teljesítménye, sokkal inkább az ébredező vihar, ami hazazavarja őket. Senki nem szeretne megázni, remélhetőleg majd a játékvezető sem hosszabbít túl sokat. Erdei Tibor pedig lekocog a pályáról. Ő is betalált ma, átadja a helyét a meccs végére Juhász Eriknek. Erdei a harmadik gólt szerezte, lehet, hogy beállította a végeredményt. És hát ő is az egész szezonban jó teljesítmény nyújtott. Hegedűs Belényesi könnyedén. Juhász. Nagy, kioszt egy esernyőt, aztán visszafogják. Ferdrián Tamás követte el a szabálytalanságot. Távoli szabadrugás következik. Na, ez kié lesz? Egyet engednek vajon Terjéknek is most már? Úgy néz ki. Neki ez sem távolság. Terjék. Az erő rendben volt. Az irányzék azt csúszott egy kicsit. Juhásznál magas lábot látott a játékvezető.
ezt sem nézi jó szemmel a bíró sportás. Orosz lelopja az ellenfél lábáról a labdát, Terjék pedig szépen fordul ki. Szépségdíjas csel. Nagyon elküldte Budaházit. Aszódi sem hitte el, hogy ők dobhatnak, mégis ez történik. Aszódi. Kicsit megtámasztják. Kollár. Ő meg elereszt egy távoli lövést, ami távol köt ki a kaputól. Máté Fazekas. Csel a vonal mellett, az jó. Aztán pedig ő még onnan is kapura tűzte. Belényesi a helyén volt. Nagyjából 5 perc még a rendes játékidőből. Laposan jön be a szöglet, nem sikerül kapu felé irányítani Verebnek a fejest. Három egyre vezet a karcagi csapat Tiszaföldvár ellen a 2017-2018-as bajnokság zárófordulójában. És ha itt most nyerünk, az azt jelenti, hogy mindössze 15 pontot veszít a csapat tavasszal. 9 meccset is megnyerünk 15-ből, és csak 3-szor találunk legyőzőre. Ahhoz képest, hogy a csapat március közepéig nem tudott mérkőzést nyerni, nagyon szépen fejezzük be a szezont. Szőke hibázik. Hegedűs. Sztárjéknek volt jó átadás. Terjék, átverekszi magát. Szívós. Kár érte, elakadt Juhász Erikben. Máté Fazekas megkerüli Szőkét. Aztán elküldi Gyufáért. A túlerővel szemben viszont már nem tudott mit tenni. Kőkemény belépő volt. Daróci teljesen üres terület előtte, bátran szaporázhatja a lépteit. Megfuthatja az emberét. Megtette, aztán pedig kap egy könyököst. A játékvezető nem látta. Az asszisztens sem.
Járóka, ő még hajtaná a csapatát. Vereb. Ő is jó messzire rúgja. Velényesi pedig nem fog sietni a labdáért. Abban biztosak lehetünk. 3-1-re vezetünk. És győzelemmel zárhatjuk az idei bajnokságot. Belényesi sokat nyer a kirúgással, Bán János pedig már a szájába veszi a sípot. Könnyen lehet, hogy ez a labdaérintés volt az utolsó momentum a 2017-2018-as megyei labdarúgó bajnokságban. A karcagi csapat 3-1-re legyőzi hazai közönség előtt Tiszaföldvár csapatát, és ezzel biztossá vált, hogy az orosz legénység 54 pontot gyűjt a bajnokságban, és a negyedik-hatodik hely valamelyikén zárjuk ezt az idényt. Ahhoz képest, hogy egy bő hónappal ezelőtt még volt, hogy a 9-10. Helyen tanyáztunk, egy nagyon szép hajrával sikerül kozmetikázni a szezon egyes részeit. Az utolsó 7 meccsünkből 6-ot megnyerünk, és ezzel jó szájízzel fejezzük be az idei bajnokságot. Pedig a meccs elején még a Tiszaföldvár szerzett vezetést, a kiesés ellen küzdő csapat a 12. percben Máté Fazekas Attila góljával került előnybe. Jött azonban a félidőben az egyenlítés Szőke révén egy fejessel, majd a második játékrészben előbb Kovács László, majd Erdei Tibor is betaláltak. Így 3-1 arányban legyőztük a Tiszaföldvár csapatát. Én Csanádi István operatőr kollégám nevében is köszönöm az egész éves megtisztelő figyelmüket. Halmai Mártont hallották. A viszontlátásra, viszonthallásra. Elsőként csapatunk vezetőedzőjével, Orosz Istvánnal beszélgetünk. Pisti, gratulálunk a győzelemhez. Picit álmosan kezdett a csapat, de utána végül maga biztosan tartottuk itthon a 3 pontot. Hát köszönjük szépen a gratulációt. Én nem azt mondom, hogy kicsit, hanem nagyon álmosan kezdtük, nem ezt beszéltük meg, mert nekünk mindenféleképpen kellett ez a győzelem, hogy szerettünk volna az első 6-ba végezni. Úgymond a kezünkben volt a sorsunk, és egy győzelemmel biztos, hogy megvan a 6. hely. Lehet, hogy még feljebb is tudunk kapaszkodni, de az első fél idő az szerintem egy kicsit botrányosra sikeredett, semmi nem jött össze, se akaratba, se foci tudásba, semmivel nem voltam megelégedve. Ezt meg remélem, vagyis úgy érzem, hogy meg tudtuk beszélni a fél időbe. A másik fél időben egy kicsivel jobban néztünk ki, úgymond több helyzetünk is volt, gólokat is tudtunk szerezni. Én azt mondom, hogy mezőnyben sokkal többet birtokoltuk a labdát, és igaz, hogy a Tiszaföldvár úgymond gyengébb erőt képvisel, de megérdemelten tartottuk itthon a 3 pontot. Ez a kicsit lassabb ébredezés egyébként a bajnokságra is jellemző volt. Annak a tavaszi részére sokáig nem győztünk, aztán a végén az utolsó 7 meccsből 6-ot is megnyertünk. Ez már egy olyan csapat volt, ami vállalható? Hát én azt mondom, hogy sajnos ez se vállalható. Nagyon kevesen jöttek edzésre. Szerintem látszódott is a pályán, hogy azért erőbe abszolút, hogy nem voltunk ott. A mutatott játék alapján jó, azt mondom, hogy győztünk, de én sokra többre, hát hogy fogalmazzam, hogy én sokat többet képzeltem ebből a csapatból, de sajnos az edzés munka ennyire futotta. Orosz Istvánnak köszönjük szépen, és jó pihenést kívánunk így a bajnokság végén. Köszönjük szépen.
folytatásban Molnár Istvánnal beszélgetünk. Hát elég jól kezdte a csapat a meccset, lendületesen, lelkesen, látszott rajtuk, hogy talán az utolsó szalmaszába kapaszkodhatnak, meg volt a vezetőgól, aztán valami megváltozott. Igen, én is így látom, hogy első fél időt jól kezdtük, magabiztosan játszottunk, de hát sajnos az erőléti problémáink a második fél időben kiütköztek, úgyhogy ennek köszönhető az, hogy nem sikerült újabb gólt szereznünk, és védekezésben is elkövettünk hibákat, és a 3-1-es hátrányunk után már nem tudtuk azt a plusz energiát mozgósítani, ami erre szükség lett volna, és a kispadról sem tudtam igazából olyan játékos beküldeni, mert egyetlen egy cserével játszottuk a mérkőzést, nem volt több csere lehetőségünk, úgyhogy így sajnos így alakult ez a mérkőzés. A bajnokság vége sem alakult túl fényesen, az utolsó 9 mérkőzést elveszítette a Tiszaföldvár. Ez a realitás? Hát nem az utolsó 9-et, mert volt közötte egy besenyszög elleni mérkőzés, de igazából így van, tehát az utolsó 9 mérkőzésből összesen egyet tudtunk hozni. Jelen pillanatban igen, azt kell mondanom, hogy jelen pillanatban ez a realitás, de nagyon bízom abban, hogyha esetleg bent maradnánk egy első osztályban, és tudnánk erősíteni, meg a pályánkat is rendbe tudnánk hozni, akkor következő szezonban ennél többet tudnánk felmutatni. Hát ha megy a másodosztály, akkor szintén akkor is szükség van erősítésre, mert ezzel a kerettel megy a másodosztályban nem célozhatnánk meg a dobogót, vagy a dobogó felső fokát. Ez már a vezetőségem múlik innentől kezdve. Molnár Istvánnak köszönjük a gyors értékelést. Én is köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Thank you.